Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, mit fog tenni. Mielőtt kiraknám a kártyákat, felhívnám a figyelmeteket arra, hogy megjelenik nem minden nap, de ha fontos, akkor készítek egy videót arról, hogy mi várható a következő napon. Én bepillantok a horoszkópba, a napi horoszkópokba, és ez nem egy ilyen horoszkóp elemzés, ez a felvétel, hanem ha észreveszem azt, hogy van valami, ami fontos számomra is, és fontos lehet számotokra is, akkor erről én beszámolok. Mire kellene odafigyelni a következő napon? Milyen az energia? És ezzel gondolom, hogy előnyötök lesz, hiszen fel vagytok készülve az eseményekre. Tudjátok azt, hogy holnap mi várható. Ezt a videót úgy nevezem, hogy kozmikus üzenetek, tehát így megtalálod majd. És most megnézzük az ő gondolatait. Mit gondol, mit tervez? Nálam olyan hirtelen jönnek az események, erre utal a kasza. A kasza el tud vágni valamit. Az lehet, hogy fel akarnak mondani neki a munkahelyén, vagy lezár bizonyos kapcsolatokat. Ebben a helyzetben vannak nála félelmek. Erre utalnak az egerek, mert az egerek el tudnak távolítani valamit. Fél attól, hogy elveszíti a munkahelyét, fél attól, hogy veszteség lesz, fél attól, hogy te lezárod a kapcsolatot és elveszít téged. Tehát ezeken a dolgokon töpreng. Hogyan érzi magát? Itt a medve lehet az ő élet ereje, ahova befekteti az erejét, és itt ez a virág jelenti azt, hogy tisztázni akar valamit a munkahelyén, vagy tisztázni akar valamit veled. Ez a medve lehet a főnöke is, és előfordulhat, hogy itt vannak most kihívások, de ő úgy érzi, még megvan ahhoz a remény, hogy tisztázzanak egymással valamit. Ez a virág jelentheti a szexuális kapcsolatokat is, és ez kihat rátok. Itt be akarja bizonyítani magát, és úgy érzi, akkor is, ha az utóbbi időben ez nem úgy sikerült, de most megvan hozzá az ereje, és be akarja bizonyítani magát. Mit fog tenni? Itt látható, hogy szeret téged, hiszen megjelenik a szerelem, ezt jelenti itt ez a szív, és a gyermek utalhat a gyermekekre, hogy kedveli a gyermekeket, vagy szeretne egy gyermeket tőled, de amit a gyermek még itt jelent, az ő ártatlansága, a fiatalos kisugárzása, vagy a te ártatlanságod, a te fiatalos kisugárzásod, és jelenthet egy új kezdetet is. Mi fűz össze benneteket? A csillagok. És a csillagok szerencsét hoznak. Azon kívül jelenti azt is, hogy minden úgy alakul, ahogy a csillagokban ez meg van írva. Az lenne fontos, hogy a gondolatain változtasson, hiszen itt látható, hogy fél attól, hogy elveszít téged. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!